Na, hát akkor üdv mindenkinek, én Zsombor vagyok, és már megint nagyon régen volt videó, de ezzel most rácáfolunk, ugyanis, na adok rá egy kis hangot. Ez itt a Crash 2, ráadásul péntek 13-a van, szóval valószínűleg sok szerencsétlenség fog minket érni, különösen úgy, hogy ez egy nehéz játék. Az elsőről már készítettem videót, viszont akkor jöjjön a második. Kicsikét laggol, de egyébként megy, működik. És remélem, hogy a kamerától még látni is fogok. Fú, nagyon laggol, de nem baj, működik, a lényeg az. Na, egy dolog, amit most gyorsan szeretnék leszögezni, hogy azért fogok bénázni egyrészt, mert péntek 13-a van, másrészt, mert nem áll annyira a kezemre a billentyűzet. Tehát konzolon sokkal egyszerűbb. Várjatok, kicsikét leszüneteltetem, mert akkor beindul a demója. Na, tehát akkor a másik dolog, az pedig az, hogy most egy ilyen bejátszás fog következni, ami ismerheti velünk a történetet, és azt azután fogom nektek elmondani, miután befejeződött. Na, lehet, hogy ez nektek most kicsikét fura volt, de akkor kezdjük is, természetesen. Tehát az első bejátszásnál, vagy cutscene-nél kussolni fogok, és utána elmondom, miről szólt. Akkor here we go, ha csak nem fog laggolni. A Crash 2 onnan folytatódik, ahol a Crash 1 abban maradt. De most már tényleg kicsit maradok. És kicsit ronda az animáció. Egy évvel később. But Dr. Cortex, to reach full power, need not only your master crystal, but also the remaining 25 slave crystals from the surface. How do you expect to retrieve them when we don't have any earthbound operatives left? You fool! Do you think I'm unaware of the situation? If we don't have any friends left on the surface, then we need to find an enemy. Crash? Crash? Crash! My battery is fried. Make yourself useful, Big Brother, and bring an extra battery for me. Oké. Okay. Akkor most el is mondom, miről szólt. Ugye az első rész úgy maradt abba, hogy Dr. Cortex lezuhant. Mondjuk ez nem nagy spoiler, hiszen így is úgyis Crashnek kellett nyernie. Viszont bezuhant egy barlangba, ahol talált egy kristályt, és egy évvel később ki is lőtte magát az űrállomásba az Engine nevű segédjével, és... Várjatok, csak le kell szüneteltetnem, mert nem akarom, hogy feleslegesen menjen rajta az idő. És tehát akkor Dr. Cortex fel akarja használni arra a 25 darab sima kristályt, mert a mester kristály nem elég ahhoz, hogy elég energiája legyen. Tehát fel akar használni 25 darab mester kristályt ahhoz, hogy az álma teljesülhessen, természetesen. És mivel, hogy nincs olyan ember vagy állat, akivel ezt be tudja gyűjtetni, ezért keresnie kell egy ellenséget, akivel ezt meg tudja tenni. És itt jön a képbe Crash. És többet nem fogok is elszpoilerezni, mindössze annyit, hogy itt van ugye mellettem Coco. És Crash természetesen. Tehát Crash mellett ott van Coco, aki... Tehát aki arra kéri Crash-t, hogy hozzon elemet a laptopjába, mert le fog merülni. Mindegy. És hogy ezt a sztorit honnan tudom, úgy, hogy megtaláltam YouTube-on lefeliratozva Let's Have Fun Peti egyik videójába. Na, de akkor kezdjünk is el játszani. Valamiért nincs rajt zene. Nem tudom miért, de lehet, hogy még később fog beindulni. Az irányítás körülbelül ugyanaz, csak még kaptunk hozzá más egyéb extrát is.
Természetesen ugrálni kell, pörögni. Na, most beindult a zene. Hát péntek 13 van, srácok, szóval lehet, hogy már rögtön az első pályánál bénázni fogok. Nagyon-nagyon laggol, az a baj. Ott, hogyha oda beesünk, akkor meghalunk instant. Az ellenfeleket el tudjuk pörögni. Ez ilyen kis bemelegítő pálya. Oké. Na, igen, és álljatok meg ezen a ponton. És szerintetek nem gyanús ez egy kicsit, hogy itt van egy kis szél? Na, most be is megyünk, és meg is mutatom, mi történik. Beszív minket, és így kerülünk be a Warp Roomba. Majd meglátjátok. És akkor megint egy cutscene fog következni. Vagyis bejátszás. Cortex fog szólni hozzánk. Well, well, well. If it isn't Crash Bandicoot, welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of five doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. That is all I will say for now. We will speak again. Na, Cortex arra kért minket, hogy gyűjtjük össze a kristályokat, de ezt már sajnos sikerült ellőnöm az előbb. Na, és akkor ez egy tutorial pálya volt az előbb, és akkor menjünk az első pályára, a Turtle. Na, ez körülbelül ugyanolyan lesz, mint az előző, csak kicsikét más, meg a Warp Roomból indulunk. Tehát Cortex ide teleportáltatott minket. Okay. Az a baj, hogy nagyon nem látok a kamerától, de semmi baj, megoldom. Itt pörögni kell, itt ugrani, és Crash tud egyébként csúszást is, de le tud hajolni. Csak az a baj, nem tudom, aha, a Z betűs gombom van, tud így mászni. És hogyha futunk, akkor tud így csúszni is. Na, csak azt most nem akartam elcsúszantani innen, mert... Na mindegy, akkor erre ráugrálom szépen. Ez most muszáj vagy, ne ragudjatok. És egyébként az akkumaszkok ugyanúgy vannak a játékban, és nem kell külön felvennünk őket, hanem hogyha elpörögjük a dobozt, az akkumaszkos dobozt, akkor már egyből hozzánk teleportálódik, és ezt az Insane Trilogy-be, a Crash Bandicoot Insane Trilogy-be is tovább vitték. Na, azt hittem már megsebez minket. Hopp. Ez is még egy kicsikét bemelegítő pálya egyébként. Ezekre most direkt ugrálgatok rá. Kapjunk már kis bónuszt, meg életet, mert szükségünk lesz rá. Ó, egy élet. Kellett emlegetnem. És ha jól emlékszem, itt van a bónusz. Nem itt van a bónusz, az még máshol lesz. Oké. Na, és három akkumaszk után, természetesen, mint az első részben, sebezhetetlenek leszünk, és egy picivel gyorsabbak is. Oda ne essetek be, ha lehet. Én is próbálok nem beesni. Az igen. Na, és itt lesz a bónusz. Na, az első bónusznak általában könnyűnek kell lennie. Már nem is emlékszem, hogy mit kell csinálni annél a bónusznál, de szerintem csak gyűjtögetni. Ez még nem lesz olyan nehéz. És még egy életet is kaptunk. Rég játszottam a Crash 2-vel. Na, és akkor vége is a bónusznak. Hát, gyors volt. És kaptunk még egy életet. És még... Na. Most akartam mondani, még mindig megy a számláló. Ezeket minden esetre felszedem. Mondom, felszedem. Csak nehéz irányítani szegény Crash-t a sárba. És még pörögni sem tudok vele, de mindegy, azt a dobozt most ott hagyjuk. Vagy tudod mit? Ne hagyjuk ott. Na. Gyere. Meggyűlik a bajunk a dobozokkal.
nehéz az irányítás is alapból. Mindegy, ott hagyjuk. Nem érdekel. Ó, hoppácska. Ide beszorultam. Péntek 13. Oké, találnunk kéne még egy akumaszkot, hogy se veszhetetlenek legyünk, de szerintem nem lesz már rá szükség. Ja igen, most itt eszembe, hogy lesz egy kék smaragd, amit, ha jól emlékszem, kék volt, azt úgy kell megszerezni, hogy egyetlen egy dobozt sem törünk össze, de azt majd mindjárt teljesítem. Oké, és akkor most se veszhetetlenek leszünk. Na, mondjuk erre most szükségünk is lesz. Oké. Na. Gyerünk. Aku és Crash elküld mindenkit. Gyerünk. A francba. Pedig még örültem volna, hogyha még maradt volna egy kis sebezhetetlenségünk. A patkányokat, vagy miket el kell pörögni. Szerintem azok inkább, vagy inkább azok vakondok, nem is patkányok. Mert csüffoljuk már szegényeket. Természetesen, hogyha az X-et, megvan a kristály, hogyha az X-et hosszan nyomjuk, akkor hosszabb ugrásra is képesek lehetünk. Illetve a csúszással is lehet trükközni, csak az a baj, hogy nekem nem áll annyira kézre most, tehát ezt nem tudjuk megtenni, sorry. Na. Természetesen a hosszabb ugrást használom, a rövidebben is meg lehet, de... Hopp! Majdnem leestem. 32/62. Mennyi doboz maradt már ott? De nem baj, most nem fognak a fejünkre esni a dobozok, mint az első részben. Na, első pálya megvan. Ja igen, és azt említettem, hogy lehet szopatni úgy Cortexet, hogy kilépünk, meg visszalépünk, és nem szerezzük meg a kristályt. Ó, megint szólni fog hozzánk, kitalálom. Ja. Well done, Crash. I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. Crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. Ez direkt laggol így, ez direkt. Na, menjünk a következő pályára. Egyébként erre a zenére én nem emlékszem, ami most szól. És egyébként, hogyha tovább jutunk, akkor itt lehet föl meg lemenni. Na mindegy, szerezzük meg a drága követ, vagy menjünk tovább? Menjünk tovább, ez úgyis csak egy bemutató, tehát nem lesz végigjátszva. Na, nem engedsz be? Mi az, hogy nem engedsz be? Nem engeded be. Hát, jó. Azt hittem már kifagyott. Oké, ez egy havas pálya lesz. Ó, ez az! Burgonya! Szegény kis pingvin. Szeretem a pingvineket, nem bántanám őket. Mindegy, szükségünk lesz az akumaszkokra. Küldjük el a szegény fókát. Ez az. Gyere! Oh my dream! Na, és itt már vannak nitrók, amik teljesen fel tudnak minket robbantani. Várj! Erre most rá kell állni? Nem emlékszem. Ja, igen, rá kell állni, persze. Nem bónuszra visz minket, hanem ez egy ilyen pálya lesz. Elküldtük a... Azaz. Jönnek a fókák. Jaj, az összenyom minket, arra emlékeztem. Jó párszor meghaltam ennél a résznél az Insane Trilogy-ban. Honnan jutott eszembe? Azaz. Elvesztettük az akumaszkok. Ott van fönn a piros drága köd, de azt nem tudjuk elérni, mert nem tudunk double jumpot. A harmadik részben tudunk, csak... Na, ennél a... Mi? Az összenyomott. Szerintem rossz helyen álltam meg, de... Az véletlen volt.
Fogghoz, Mr. Fogra. Alapvetően nem vagyok ilyen szar. Közép, ne! Azaz. Álljunk is meg itt. Oké, tökéletes. Meg van dicsérve a játék, hogy most nem laggol. Na, küldjük már rá szegény pingvint. Ja, itt van lenne bónusz, nem? De, itt van lenne bónusz. A harmadik, a Crash 3-ban nagyon szeretem a bónuszokat, mert nagyon királyek a zenék. Meg, na jó, erre majd a Crash 3-as videóban ki fogok mindenképpen térni, hogy miért pont. Azt máshogy is el lehetett volna érni, de én nem maxolni akarok, hanem megcsinálni a pályát. Meg nem is végigjátszani akarom. Hogyha elpörögjük ezt, megjelennek itt dobozok. Ezekre itt rá tudnánk ugrálni, hogyha megkönnyörülne rajtam a játék. Egy élet természetesen. Akumaszk, akumaszk, az kell. Az nagyon kell. Burgonya. És egyébként hasalni is tudunk. De azt most meg is szeretném mutatni. Igen, van checkpointunk. Így tudunk hasalni ezzel. Dobozokat is el tudunk hasalni. Meg majd szükség lesz rá a későbbi gameplayekben is. Na, ott a kristály. Azt elküldtem a humpákat. Na, csak nem akarok beesni, ez az. Megvan a kristály. Ezeket nem tudjuk elhasalni, viszont lesznek olyan dobozok, amiket csak hasalással tudunk, vagy akumaszk segítségével. Gondolom itt felkiáltóját kellett volna aktiválni. Oh, na, azaz. Na, mit akarsz egyébként? Többször meghaltunk amúgy már a Crash 1 videónál, tehát az képest, hogy péntek 13 azért. Nice-ak vagyunk. Azaz. Na és akkor szerintem itt a pálya vége. Azt hiszem. De igen. 48 a 74-ből. Hát azért... Jó, tudom, hogy van pár doboz, amit ott hagytam. De nem maxolni akarok. Oké, gondolom Cortex megint szólni fog hozzánk. Megint megvan a kristály. Á, ja nem, most nem, hál' Isten. Itt tudunk menteni, de mivel, hogy nincs PS2-m, ezért nem tudom ezeket elmenteni. Ellenben az Insane Trilogy-ba természetesen jobb a mentési rendszer. De fáj az ujjam. Oké, okay, töltsd be. Oké. Okay. Erre emlékszem. Itt kell a vízilovakon ugrálni, meg a platformokon. Ez ilyen vizes pálya lesz, srácok. Meg vicces. De szerintem ez majd most az én agymenésem lesz most, amit én itt végig fogok szenvedni. Mivel nem végigjátszás, azért lehet, hogy nem csináljuk végig, de azt meg leesik szerintem. Azaz. Azaz. Burgonya. Nessai mindig azt mondja, amikor megjelenik aku, hogy burgonya. Na, egy újabb húsemő növény, ez nyilván a Crash 1-ből ismerős lehet nektek, ha játszottatok a Crash 1-gel. Na, ez az jetski time. És megvan a harmadik, akkor jaj, ezekre vigyázni kell. Ezekre nagyon emlékszem még ennél. Jaj, ne! Ez benyált minket, de semmi baj. 11 életünk van. Burgonya. Jaj! Itt busztolgatni kell! Nem szabad... Ó, egy élet! Ne! A franc! Jó, ott hagyjuk, nem érnek el. Van elég életünk. Bár annyira azért nem akarok elbizakodott lenni, mert... péntek 13 van, de ezt már rengetegszer... Hogy haltam meg, amikor ott volt Gerenda? Szerintem az én bénázásom volt. Gerén Crash. Na, most kezdett el laggolni a franc minél. Jaj, ne. Ez az.
Egy extra élet. Az kell nekem. Köszönöm. Ne! El is használtuk azt az egy életet, srácok. Akkor let's go. Burgonya. Aquacu time. És szerintem több életet... Jajjajjajjajjajj. Igen, több életet már nem fog adni, tehát ha azt az egy életet... Áú. Áú. Azért az... Na. Itt most nem kéne beleesni, most csak azért nem, azért csesztem el az előbb is, mert nem akartam, hogy beleessünk. Hát, ajajaj, az meg fog enni. Az meg fog enni. Elprögjük, így szépen, és nincs akumaszkunk, tehát ez így szívás. Oh, bonus. Bonus, az kell. Annyira nem megnyugtató az a zene, menő meg minden, de... Oh. Na, ilyesmik voltak a taunás bónuszpályák. A van TNT is természetesen, és az beindult magától. Meg ne gyilkoljon, de... Természetesen nem fog, hiszen távol álltam tőle, és hogyha távol állunk a TNT-től, akkor nem gyilkol meg. Kívül, hogyha egy nagyon erős TNT, és nyilvánvalóan nem az. Á, itt tudom mit kell, a hasalást. Laggol is tőle kicsit a játék. Meg igazából hasonló is lehet, de pont nem áll kézre a billentyűzet, az optionsnél meg nem állítottam be, mert szerintem nem is lehet még itt. Talán a Crash 3-nál be lehet, de... Na. Egész jó. Oké. Okay. Egész jó az öne, de nem a legjobb. Különösen egy lagból is közben. Oké, okay, 12 élet, srácok. Ne! Oh! Bele ne essünk már! Bele ne essünk. Ah, tudom, oda át kell. Csak nem akarok bénázni. Úgy. Ezek nem zordnak le, hála a jó égnek. Ez még a harmadik pálya emberek, úgyhogy nem lehet olyan nehéz. Ide meg majd a kristály kell. Már így nem a kristály, hanem a drága kő. Na, itt kell a vízilovon ugrálni. Ne! Na, na! Ó, pácska. Mindegy, láttam, hogy ott van a drága kő. Crash egy 1 centis vízbe, azért ne fulladjál meg. Én se tudok úszni, de azért 1 centis vízbe nem érdemes megfulladni. Nincs is értelme. Bónuszra még egyszer nem megyünk, köszönjük. Annyi elég is volt. Már teljesítettük. Halas ellenfeleket könnyű kikerülni. Na. Ó, de jó, hogy megálltam ott. Kristály. Na! Oké. Okay. Csak kicsikét rossz az irányítás. Különösen, hogy... Azaz. Azaz. Checkpoint. Végre checkpoint. És újra folytatódott a jetskizés, bár az inkább csak a... Jaj! Inkább csak a... Ouch. Inkább csak a Crash 3-ban lesz majd Kokóval. Nagyon nehezen bírja a gép, de szerencsé, hogy volt checkpointunk, meg van ennyi életünk. Gyerünk, Crash. És most kanyarodni kell. Ezen tudunk ugratni. Ezen így tudunk átugni. Ne! Oda nem. Oda én biztos, hogy nem megyek. Ide. Nice. Jók vagyunk. Növényt elpörögjük. 21 a 74-ből. Hát, sejtettem, hogy nem sok dobozt fogunk összetörögetni, de nem ez a célunk. Oké. Okay. Természetesen a kristály az megvan. És Cortex megint kíván velünk beszélni. 3 kristály. Nézd a gyermekem. I need to conserve power. I will communicate with you again after you return your fifth crystal. The crystal kell. Azaz, mehetünk a következő pályára.
ha betölt. De ezt nyilvánvalóan csak azért mondogatom, mert péntek 13-a van, és úgyse tölt be. Ez egy Turtle Woodshoz hasonló hely. Sőt, ez a Turtle Woods is egyébként, de más a pálya neve. Tehát a helyszín az magában ugyanaz. Jaj, a madár! Az... Aj, tényleg a madarak. Azokat pont elfelejtettem. Meg is feledkeztem a madarakról. Már nagyon nem szok... erre ráugrok. S nem ugrok még át, mert... nem vagyok benne biztos, hogy... át tudok így. De át tudok egyébként. Jaj! Ez meggyilkolt. És angyalka. Crash az angyal. Őrzi álmod. Burgonya. Fucking madár. Elpörögjük. Nem kellenek a dobozok, nem érdekel, hogy mennyit fog mutatni a számláló. Az most pont nem izgat! Aj, pedig elpörögtem. És a madár egyébként még többször is meg fog minket szivatni. Aha, itt is egyből... Nem emlékszem ezeket, hogy kell normálisan legyőzni. 9 élet, mint a macskáknak. Csak mi bandikútok vagyunk, nem macskák. Burgonya. Burgonya. Gyere. A francba. Szerintem óvatosabb leszek ezeknél a madaraknál. Átugrom őket szerintem. Oké, gyere. A francba. Hát sejtettem, ez nem lesz könnyű pálya. Ops. Hopp. Különösen üze irányítással. Na, csak szimplán ugorjuk át, és ennyi. Nem olyan nagy ügy. Át tudjuk ugorni. Ügyesek vagyunk. Ügyesek vagyunk, ez az. Ügyesek vagyunk. Ja. Persze. Pont mire megyne, hogy átugrom a madarat, egyből jön a lyuk. Hát, anyád. Persze. Pont ilyenkor kell megszivatni. Szevasz, madár! Angry Bird! Yes! Hát de nem hiszem el! Ne rőj, ki te sem vagy okosabb! Burgonya! Jött a madár! Ó, kaptunk életet! 7 élet. Ráugrok erre. Vagy ekkorát nem tudok, meg nem is akarok beesni a lyukba. Megyünk tovább. Azaz. Nehogy elbánjon velünk megint az a fránya madár és az a fránya lyuk. Szevasz. Jövap-há! Yuki Tsunoda! Giuseppe Yuki! Ó, itt két útonál van! Ide? Azt hittem már nem enged be! Nehogy troll legyen a játék! Pörög! Madár. Ezeket elpörögjük, csak azért, hogy legyen vumpánk. Hát, nem így értettem az elpörgést. Egy élet. Érdemes volt pörögni, srácok. Jaj, kettő madár is jön. Ne! Hoppá. Jó, 7 élet. Nem olyan rossz.
szevasz. Nem érdekel. Ugorj! Ne! Jó van. Ó, egyébként láttam a kristályt. Láttam, hogy ott volt a kristály, de lehet, hogy csak káprázott a szemem. Lassan Dr. Cortexhez leszek hasonló. Vagy nem értem, hogy mi a franc kell most, hogy miért kéne... De... Most spammeljem az ugrást, hogy mi a tököm? Most... Miért nem tudom azt átugrani? Gyere ide, madár! Négy jó kis madár, ez az. Jó kis madárka. Apci? Apci? De ne már! Most pörögjek! Mit csináljak veled? Mit csináljak veled? Négy élet, basszus. Humpa. Mondjuk humpát azért kéne gyűjteni. Tudod mi? Gyűjtök humpát. Most nem erre kell. Hogyha meghalunk, akkor lesz élet. Kell az élet. Most nagyon, nagyon már. Úgy érzem, hogy meg fogunk halni ezen a péntek 13-ai napon. Már egy milliószor elmondtam, srácok, de... Na. Anyád. Jó van. Lehet, hogy az utánvágóképre fogom tenni, és... Nem kell látnotok, hogy én hogy szerencsétlenkedek. Oké, ezt kivágjuk. Hú! Nehéz szülés volt. Megvan a kristály, apu segített. És szerintem... be fog tenni a tárhelyem, ahogy ez meg. És szerintem kaptunk is egy Game Over-t, attól tartok. Nem. Nem adjuk fel. Gyerünk, Rash. Lehet, hogy félúton félbeszakad a felvétel. Oké, ezt kivágjuk. Oké, folytatjuk a checkpointtól. Ezt nem hiszem el. Nem mondod, hogy... Vakond. Ne! Nem baj, volt checkpointunk, úgyhogy most ez egész jó. Ne! Persze! Pont most! Tudjuk. Hát ezt nem hiszem el. Pont amikor átjutottam volna. Oké, nem... A crash-des az szintén nehéz lesz. Na, tehát egyébként akkor most zárásképpen megmutatom akkor, hogy szerezzük meg a kék drága követ az első pályánál. Úgy zárásképpen. Mert nem lesz, nem játszok végig az első szobát. Mert rohadtul nem elképzelhető. Jaj, mit csináltam? Nem kellett volna elpörögni. Basszus. Na, mert az lett volna ennek a célja, hogy ne pörögünk el semmit, akkor ezt vágóképre rakjuk. Here we go again? Aha. Igen. Pauzébe is tudjuk rakni, és újra is kezdhettük volna, de én most beáldoztam egy életet. Jaj! Na, nem vagyok hülye. Tehát akkor így tudjuk... így tudunk visszamenni a warp roomba. Mondom. Na, hát ez nem igaz. Fagyott? Ja nem, oké, műszik. Sorry a kellemetlenségekért. Én is már fáradt vagyok. Oké, és nem pörgünk el semmit. A challenge lényege, hogy ne pörögjünk el semmit. Mármint semmilyen dobozt, az ellenfeleket elpöröghetjük. Nem szabad hozzá, vagy hozzá szabad érnünk, erre majd meg visszatérünk. Hozzá szabad érnünk a dobozokhoz, de nem szabad elpörögnünk, csezd meg. Persze, hány életünk van? 2, jó. Nem fogunk meghalni annyiszor, nyugi. Ez az, apci. Oké, ugrás. Gyerünk. Na, ez az. Nem szabad elpörögni. Még az akumaszkot sem, és még a checkpointot sem. Teknőst hagyjuk a francba.
kivárom. Meneteljét, tatya. Gyere, ez az. Gyere, nyomja, tatya. A bónuszba sem megyünk. És akkor tudjuk megszerezni a kék drága követ. Elpörögjük. Átugorjuk. Checkpoint sem kell. Na, itt ugye látjátok ezt a falat, ugye? Itt erre kell csak ráugrani. Az, ugye említettem, hogy ha nem törjük, az számít, hogy ne törjük össze. Ráugrani rá szabad. Oké, elpörögtük. Na, most újra kelljen kezdenem, mert akkor nagyon-nagyon pipa leszek. A csúszásugrással nem fogok kísérletezni. Nem. Rossz ötlet, kis pofáim. Ez az. Várjunk, oké. Jó vagyunk. Ugorjál már. Na, ez nem hiszem el. Gyere. Gyere, gyere Gábor. Gyere, gyere, gyere Gábor. Gyere, ez az. Ez az. Jók vagyunk. Oké. Okay. Ó, igen. Yes. És ahogy ígértem, itt van a kék drágakő. Nulla dobozzal. Ezt csak így lehet megszerezni. Gondoltam, csak megmutatom. Érdekesség, meg bemutató, hogy ilyen trükkök is vannak a játékban. Ügyesek vagyunk. És most nézzétek meg búcsúzásképpen Crash Bandicoot elhíresült táncát. Á, Cortex megint beszélni akar velünk. Ja nem? Ezúttal Embryo szól hozzánk. Interesting. Ó, nagyon laggol. Well, Crash. Know this. As long as you are allied with Cortex, you are my sworn enemy, and I will do anything in my power to stop you. If the fate of the world is truly your concern, you must gather the gems, not the crystals. If you obtain all 42 gems, I can use them to focus a laser. A laser beam that will destroy Cortex and the space station. He's created. Until then, I must use my forces to stop you from gathering Na, tehát Embryo arra készül, hogy Cortex ellen fordul. Mert ugye az első részben is ő csicskáztatta, úgyhogy nem akar már vele tartani. Na mindegy, tehát akkor ennyi lett volna ez a videóm. Hogyha várjátok a Crash 3 véleményezést, illetve bemutatót, akkor egy lájkot dobjatok és iratkozzatok fel még ilyen tartalmakra, ha kíváncsiak vagytok rá. Illetve majd a Crash Bandicoot Insane Trilogy-ból is akarok valamit mutatni, abban ügyesebb vagyok, mert a kontroller jobban a kezemre áll. Hát most ez van. Hát akkor ennyi lett volna. Én Zsombor voltam, sziasztok! Találkozunk a következő videóban.